A megújult katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok polgárőrökből és önkéntes tűzoltókból alakultak, és azt vállalták, hogy járásuk területén a hivatásos szervekkel együttműködve dolgoznak, a katasztrófákkal járó károk idején a védekezésben, majd tevékenyen részt vesznek a károk felszámolásában. Mindenre rendszerbeállító gyakorlaton készítették fel a paksi, PAX néven megalakult mentőcsoportot is. Elsajátítják azokat az alapvető feladatokat, ami a mentés során, illetve a védekezés során, valamint a helyreállítási folyamatok során a gyakorlatban is kell, hogy szembesüljenek, illetve szembesülnek. Ezeket a feladatokat fogják gyakorolni, illetve felkészülünk arra a mentőcsoport vonatkozásában, hogy éles helyzet esetében, bízom benne, hogy nem lesz, de bevethető egy gyorsan reagáló mentőcsoport fog felállni. Az elméleti oktatást követően az ár- és belvízi helyzetek kezelését gyakorolták a mentőszervezetek mind a 6 helyszínen. Nyulgátat, ellennyomó medencét építettek, szivattyút kezeltek, gátat fóliáztak. Amikor a zsákokat lerakjuk, akkor mindig figyelünk a zsák lerakásánál a tojás irányra. Gondolkodjunk úgy, mint a víz. A korábbi évek, illetve hát az idei év első felében is a Dunai árhullám során kialakult helyzetbe nagy részt már részt vettek a kollégák. Most én úgy érzem, hogy az elméleti képzés alapján a gyakorlati megvalósulás során könnyen végre tudják majd hajtani egy épületnek a megvédését egy magas vízállás ellen. A járási mentőcsoportok szükség esetén a szomszédos járásokban és Magyarország bármely részén bevethetők. Munkájukat a katasztrófavédelem irányításával végzik. A PAX mentőcsoport 26 fővel alakult meg.